Sziasztok, Stella vagyok, és ez a Skyrim sorozatunk 117. része. Ebben a részben, mivel nem nagyon vannak olyan feladataink, amiket meg tudnánk most így hirtelen csinálni, vagy éppen várakozás, vagy felfedezés kérdése, ezért én arra gondoltam, hogy csak járkálok mindenfelé, felfedezgetek ezt, azt, illetve lelkeket gyűjtök, mert üresek most már a lélekköveim. Erről fog szólni ez a rész. Mi ez, hogy ellenállt? Mi ez a különös ajtó? Ajaj! Ez egy hajó és egy törp rendszernek a keveréke. Ilyet se kiváltam még. Ennyi? Különös ajtó. Azért az szép. Nem semmi helyre jöttünk. Vérmedve. Hallottad ez? Úgy érzed valahogy mindig sikerül elhagynom. Azért ezzel a két fegyverrel vagyok, mert hát, na. Kell a... A begyűjtött lélek.
lett a bejárat? Vagy ez csak ennyi? Nincs is bejárat. Aha, ezt lehet, hogy ez ennyi. Ennyi? Ó, van egy barlang. Hűha! Hát nem állt ellen, mert beszűkítettem. Ez ennyi volt. De miért lila? Ez nagyon durva. Nincs semmi. Ó, várjál, hát itt van, csak nem láttam. Igen. Ez már van szerintem. Tényleg nézzük meg. Hű, amúgy van egy halomnyi fekete könyv, és így meg kellene jegyezni, hogy melyiken vagyunk már túl. Oké. Ezeket eldobjuk. Srácok, most ilyen kis felfedezgetésben vagyunk. Oh. Begyűjtjük a frame-eket is. Gyere! De azt én akartam. Hogy húzza magá utána a csíkot. Wow, ez nekem abszolút nem rémlik. Lehet, hogy csak fel... Udget, miért mászol elé? Hol a lélekcsapdám? Szívkő! Hol vagy? Halli!
hát akkor én itt bányászni fogok. Jó, hát akkor ez ennyi volt. Ide fent mi van? Ó, várjunk. Fegyver. Jó. Ja, tudom, már felfedeztem ezt a helyet, csak nem mentem le a bányába. Igen. Na talán még itt ebben nem voltunk. Itt voltunk? Egész gyorsan meg lehet így ölni őket. Még sárkány is van? Hogy kell a lélek, gyerekek? Igazából már tör tárnával borzasztóan régen nem voltunk. Úgyhogy lehet, hogy megpróbálkozunk vele. Volt valami benne? Leestem. Jó, hát akkor nézzük. A lélekgyűjtés miatt rohanunk, mint idióta. Hello! Jó, hagyjuk már ezeket a vacak ládákat. Megfelzsert csivító hó is nagyon jó. De erre nincs semmi jó. Nem vagyok lak és nem hagytam ki semmi. Vicces, hogy itt ezek a rekligek, vagy mi a manók helyettesítik a farmereket. Riekling. Csipesz. Hihetetlen. Ó! Ezeknek nincsen lelke. Csak gondolom, hogy benne van. Na. Akkor váltsak, vagy mit csinálj? Amúgy őket nehezebb lehet.
Nézzé, úgyhogy a hajnalütőt, vagy micsodát kicserélem. Hú, de rég voltam törpárnában, már kifejezetten hiányzott, komolyan. Jó anyám. Oké, szóval, ha jól látom erre, hogy hol van ez? Mit mutat ez? Gyanús ez nekem. Tökéletes. Jó, hát akkor nyomkodunk. Bocsi. Rossz gombot nyomtam. Hogy ez jól vagy? Ez mi volt ez a gomb? Nem tudom, nem ismerem. Kinyitotta azt az ajtót, lehet. Igen, az rémlet. Engedjük el a dolgot. Aztán még ezt is ki tudom viszonylag könnyen nyitni. Furcsa egy hely, az biztos.
Erre még tudja, hogy van valami. Hű, de gyanús ez nekem. Na ezért utána a török tárnákat. Akár merre megyek, mindenhol nyílik egy új ajtó. Ne! Inkább hagyjuk. Meg valami mesterre, vagy nem tudom. Hű, de ez a szakértés a jobb után. Nem mondjátok komolyan, hogy csak rá kellett vágni. Hát az agyam eldobom, gyerekek. Rá kellett ütni, nem gomb volt, ami kinyílik. Olajfók. Fokozatosan tűnik el. Az olajfók hagytam maga után. Hoppá. Oké, lesz egy olyan, amit megint meg kell ütni. Nagyon jó. Oké. Hát így már tudom, hogy kell használni. Egyszer kell rájönni, az jó van. De lassan nyílt ki. Ilyen fekete végbe van. Itt lélekköveket lehet bányászni, de itt nem lehet most ebben. Csak fekete végben úgy tűnik. Oké, ez érdekes. Lehet aludni, srácok. Ó, mindegy, elveszem inkább. Ez ládának tűnt. Wow. Igen, már vártam, hogy mondod.
víz. Rajtam van a vízlégzés. Micsoda glitch. Igen. Igen. Valószínűleg ezeken a forgókon kell majd átmennünk. Csak azért megnézem, hogy van-e valahol láda, meg ilyesmi. Na hát, nem raktak a vízbe semmit. Jó. Ó. És csak egy. Ezek hidak. Oké. Gyanús ez nekem. Hol van a... ott? Hol van az ott? Az ott az... hol van? Az itt? Az itt, itt van? Azt sem tudom, honnan idézett. Jó, elkezdjük innen. Valahol lehet tekerni. Már megint van valami lény. Valahol. Komolyan nem tudom, mit kéne csinálnom. Áj, ugat már rá. Oké, honnan jöttem? Túlról üdül. Ó! Akkor nem kellett a hidakkal foglalkozni. Pont azt néztem, hol van ugye. Na gyerekek! Én aztán... A létező összes csapdára ráléptem. Van, alig látom. Ó, van már ilyenem, de nem baj. Nézzük. Utgent. Jó. Ah, ez volt a csapda. De ráadásul így robbant. Oh, hello.
Igen. Jó. Tehát itt vagyunk megint. Oké, tehát csak ezt az egy dolgot tudtam megcsinálni. Ó, wait! Ezt a kart nem vettem észre. Jó, rendben. Most csak azért volt jó, hogyha leesnénk még egyszer, ne kelljen bemenni. Fölöttünk van. Oh, hello. Ugye nem ütöttelek meg? Ennyi? Csupa bocskalas? Ez így gond lesz. Áú. És merre tovább? Ó, oh, szóval itt vettek egy páram. Jó, ebben az esetben... Semmi baj. Na, már. Szerencsére nem sebez annyira. Merre kell itt tovább menni? Ez nekem nagyon gyanús. Mi ezeket nem tudom fölvenni. Változtat ez bármi is? Nem látom, hogy máson változtatna. De hol máshol tudnék megnyomni egy gombot? Mit szólsz ez úgy jelent? Ha megint nem tudjuk, hogy mi a következő lépés. Én ezt eddig hogy nem vettem észre, hogy itt van egy ilyen. Hát csak azért is, mert kíváncsi vagyok, hogy néz ki. Jó, könyvem. Jó. Végül beadtam a derekam, és megmondtam Ulinnak, hogy segítek neki visszaszerezni Mzund arcát, ami már szinte a rögeszmévé vált az utóbbi időben. Felállam foghatom, mi a csodára kellhet neki egy törp sisak, de tartozom neki, úgyhogy nem firtattam a dolgot.
Tartottunk egy kis pihenőt, miután átverekedtük magunkat a fogaskerekeken. A hely gyönyörű, de úgy tűnik semmi hasznot sem lehet húzni belőle. Fel nem fogadom, mi a csüdeje vesztegetnének a törpök ennyi fémet fogaskerekekre, csövekre és különböző szerkezetekre. Több fémpókkal is meg kellett küzdenünk, a fogaskereken egyensúlyozva. Úgy elszédültünk, hogy majdnem lezuhantunk. Aztán lehet, hogy lezuhantatok. Oké, szóval, hogy erre is volt. Csak nem tudtam följönni ezekre a fogaskerekekre addig, amíg azt el nem forgattuk. Lehet, hogy ez történt. Gyorsabban tudok harcolni, hogyha... Viszont a hangját most hagyom, mert... Igen. Annyira bírom, hogy eleve más veszi előtt. Hello? Nem tudom, miket használnak. Ugye itt nem... Jó, itt nem jártam. Nem mondod, hogy ez mind ilyen tört. Wow. Tört így. Tört minek? Tört minek? Ezeket a tekercsöket soha nem használom. Jó, mindjárt. Ezt mind meg kell nyomni? Oké, szóval itt nem tudunk tovább menni, amíg azokat meg nem ütögették. Indis hátra maradt a fogaskerekeknél, hogy feltartóztassa azokat a fém szörnyetegeket, és még nem ért utol. Úgyhogy nem tehetek más, mint a legjobbakat, remélve tovább haladok. Sajnos megakadályozta az előre nyomulásomat egy lezárt rácskapu, amit egyszerűen nem tudok befeszíteni. A csöveket követve sikerült kiderítenem, hogy a kaput valószínűleg a terem közepén található nagy gőzfejlesztő vezérli. Megpróbálom eltalálni nyíllal a rezonátorokat, hát attól majd felemelkedik a rács. Aha, az első próbálkozásomat nem sok sikert követte, amikor eltaláltam a rezonátorokat, olyan volt, mint azok gőzbocsátottak volna ki magukból, a fejlesztő pedig néhány helyen elkezdett kéken világítani. Ezek jó jelnek tűntek, de amint újra megvettem a rezonátorokat, a fények narancssárgára váltottak. A gőz kiszökött a fejlesztőből, és több-több szerkezet is rám támadt. Zund arcának azonban akkor is itt kell lennie, úgyhogy tovább fogok próbálkozni. Biztos vagyok benne, hogy van megoldás. Talán, ha pont elegendő... Ezt miért csinálja a gép? Automata kialta volna nálam. Meg se nyomtam egy gombot se.
Talán ha pont elegendő nyomás keletkezne a központi gőz felhőben, ami olyan fura volt, hogy jó, igen. Igen, a kép nem jelent meg, ez egy kicsit fura volt. Keletkezne a központi gőz fejlesztőben, akkor beindulna. Emlékszem arra, a három részre, ahol felvillant, amikor átálltam a bal oldalra, ezúttal a jobb oldalról fogok próbálkozni, megnézem akkor mi történik. Jaj, nem már! Nem már! Jó, acélom. Jaj, anyám, most komolyan! És ezek beindulnak, hogyha valamit elszúrunk. Az ő is elszúrta. Na, akkor hogy is van ez? Igen. Gyere ide. Még hátrébb. Ah, ne szórakozz már velem. Valószínűleg számít a sorrend. Jó. Hova menekülök? Hol nem üt meg? Oké. Na jó. Szóval ez mennyit ad? Jó sokat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 13. Jó, megvan. Nem is próbálkozok tovább, ez 13 volt. Kell egy 3-as. Egy 4-es. Szépséges! Utka! Utka! Oh, hello! Hű, gyerekek! Ez húzós volt. Hát na, a számok kellettek. Ha megint mi az.
Ó, várjunk. Innen jöttem, nem? Igen, nagyon rémlik. Hát ezt nem gondoltam volna, hogy ez ilyen bulis. Ne. Hovej. Te szórakozol velem? Szalad? Lehet, hogy szalad. Az szép lesz. Hogy megpróbáljuk innen átugrani. Mi a mellé esett? Aj, nem mondod. Valam van. Merre akarok menni? Hogy innen jöttem? Oké. Na, megint pókok. Ez már ne csak védekezzenek. Oké.
Ennyi? Ez előbb még nem ez világított. Aha. Jó. Vágom. Centurió, Max szükséges, te szórakozol velem? Jó. Ez mi volt? Te! Ez nem sebzi, vagy mi van? Ez nem sebzi. Jó, hát akkor megoldjuk már. Kire? Megbeszéltük. Ha, anyagyára kapcsolok bele, komolyan. Oké, okay, szóval nem kellett valami kettő. Úgy érjén, ez jó hosszú. Én ezt nem gondoltam volna. Nagyon lehet, hogy most kéne eldobni a cuccokat. Na, mi nem kell nekem? Aha. Ezt eldobhatjuk. Még valami, ami nem kell, vagy? Hát, ezeket eldobhatjuk majd csak. Hát a tukán az nem kell. Fegyverekből valami, ami ilyen tök. Inkább nyilvesszőim vannak. Ez se a tömeget, úgyhogy... Hát... Nem kell. Azt még soha nem használtam. Nem is kell. Aztán csere a csatabád. Aranyból, ez kell hát. Arany mindig jól jön. Oké. Vágom. Aha, tudom, hol jutok ki. Akkor ez egy ennyi is volt. Hű.
Hát, srácok, ez melós volt. És hogy nyitok ki? Tudja, egy kart nem veszek észre. Ah, igen. Hű. Wow. Igen. Ezt ugye már egy ideje láttuk, hogy létezik ez a kis cucc. Hát srácok, ez hát méltó volt a törp tárnákhoz, ez a kis helyecske is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett nektek is, ahogy nekem is. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!